Köszöntöm az Infotelevízió nézőit, az Ajkai stúdióban vendégünk Rejter István hittanár. Az egyház maga mióta ünnepli augusztus 20-át? Maga az egyház a kezdetektől fogva 1083-tól ünnepli augusztus 20-át, az ősi ünnep. Hogyan nézett ki akkor egy ilyen ünnep, miből állt? Hát magának az ünnepnek a kezdete, a keletkezése az igazából oda vezethető vissza, hogy 1083-ban emelték oltárra Szent Istvánt, amikor Szent László kezdeményezésére a pápa 7. Gergely jóváhagyta az oltárra emelését, és tulajdonképpen akkor még csak, mint az államalapító nagy királyt ünnepelte az egyház, szentmisével, énekekkel ünnepeltük. Ma az egyház hogyan ünnepli, mi azok a szertartások, szokások, amit augusztus 20-a mellé rendel? Az idők folyamán augusztus 20-ának az ünnepsége, ünneplése egy picit átértékelődött, megváltozott. Ugye ebbe közben játszott az is, hogy egy időben nem volt szabad ünnepelni augusztus 20-át, aztán újra ünnepelték, volt egy idejű, amikor csak állami ünnep volt, aztán újra egyházi ünnep lett. Ma a legnagyobb ünnepe az, amikor Budapesten a megtartott szentmise végén a körmenetben körbeviszik magát a szentjobbot, de a vidéki templomokban is ünneplik augusztus 20-át, ott már a kenyérnek a megáldásával egyesül a Szent Istvánra való emlékezés. Vannak olyan imák, énekek, amik csak ekkor hangzanak el? Igen. Tehát vannak kifejezetten Szent István királyról, Szent István királyhoz íródott egyházi énekek, amik ekkor hangzanak fel a katolikus templomokban, hiszen az év másnapján nem nagyon használják ezeket. Azt tudjuk ugye, hogy Szent Istvánnál az államalapítás és ugye a kereszténységnek a megszilárdítását köszönhetjük, de maga az egyház mit köszönhet Szent Istvánnak? Hát tulajdonképpen itt nem lehet szétválasztani Szent Istvánt, mert ugyanezt köszönheti a magyar katolikus egyház Szent Istvánnak, a keresztény hitnek az elterjedését. Szent István tisztában és tudatában volt annak, hogy egy keresztény, egy nyugati kereszténységhez kapcsolódó ország lesz az, amelyik csak fejlődő pályára tud állni, hiszen a vándorlás során, hogy elérkeztek ide a hazába, ők már kapcsolatba kerültek a bizánci kereszténységgel, ismerték a bizánci kereszténységet, de a függetlenséget, a szabadságot Szent István abban látta, hogy nem Bizánctól, hanem Rómától kért és kapott koronát. És ezzel függetlenné tudta tenni az államot, és függetlenné tudta tenni az egyházat is. Nekünk nagyon fontos, hogy a Szent István mennyire ismert külföldön. 1083 óta bajor területen, német területen megünnepelték Szent Istvánt, még akkor is, amikor az egyetemes egyház nem ünnepelte őt. Maga az egyetemes egyház 11. Ince pápának a közbenjárásával 1686-ban kezdte ünnepelni Szent Istvánt, és onnantól kezdve a világ minden táján szentként tisztelték, és a szentnek kijáró ünnepet megadták neki. Ma a régi Trianonhoz tartozó területeken, a régi magyar lakta területeken ugyanúgy ünneplik ma is Szent Istvánt, mint az anyaországban, mint mi. Említette itt az elején, hogy a államalapítás ünnepe és a kenyér szentelés. Mióta van ez a kenyér szentelés? Mennyire szerves része itt a augusztus 20-ának? Maga a kenyér szentelés az egy aratási ünnep volt, és nagyon sokáig ezt július 15-én tartotta az egyház, amikor végeztek az aratási munkálatokkal, megörölték a búzát, és az első lisztből megsütötték a kenyeret. Ezzel adtak hálát az Istennek, hogy megfelelő mennyiség gabonához, liszthez és finom kenyérhez jutottak az arató munkások. Tehát akkor eredendően nincs is köze Szent Istvánhoz? Magának a kenyér szentelésnek tulajdonképpen nincs köze Szent Istvánhoz. Ez 1949-ben került be, 1947-ben került be az egyházi ünnepek sorába, hogy a kenyér szenteléssel összekötötték, hiszen akkor az akkori rendszer, a kommunista rendszer meg akarta szüntetni az ünnepnek az egyházi tartalmát. Tulajdonképpen féltek attól, hogy ez a szabadságvágyat tovább erősíti az emberekben, viszont az ünnepet eltörölni nem akarták. Ezért magát Szent István ünnepet átnevezték az új kenyér ünnepének. Az egyház vele ment és megtartotta a kenyér megáldást, és
onnantól kezdve a kenyeret áldja meg az egyház, vagy meg a kenyeret is megáldja az egyház. Tehát tulajdonképpen két esemény, ez a politikának köszönhető, hogy egy napon. Politikának köszönhető, hogy egy napra van. Ugye, hogyha a naptárt nézzük, akkor nagyon sokáig még talán sokan emlékeznek rá, hogy nem csak az volt beleírva, hogy az új kenyér ünnepe, hanem oda volt írva az államalapításnak az ünnepe is. Ez is annak a rendszernek tudható, hogy két év után az új kenyérről is áttértek az új alkotmánynak az ünnepére, hiszen 1949-ben Rákosiék augusztus 20-án fogadták el az új alkotmányt, aztán ami 1989-ig az ünnepnek a neve volt. 1989-ben tért vissza az, hogy Szent Istvánra emlékezünk, akkor lehetett újra Szent Jobb körmenetet tartani Budapesten, a kenyérnek a megszentelése, a kenyérnek a megáldása megmaradt, hiszen az egyház folyamatosan ünnepelte még akkor is, amikor tiltották. Mennyire torzult akkor ez a kenyéráldás, ugye, hogy eredendően júliusban tartották, és utána politika behozta augusztus 20-ára? Igazából a kenyérnek a megáldása egyházi szemszögből nem torzul. A kenyér megáldás egy nagyon ősi egyházi hagyomány, még Jézus korából ered, hiszen maga Jézus Krisztus is megáldotta a kenyeret. Nem csak az utolsó vacsorán, hanem amikor leültet több ezer embert a csodálatos kenyér szaporításnál, és a tanítása végén kéri az apostolokat, hogy etessék meg az embereket, akkor az apostolok azt mondják, hogy ennyi embert nem tudunk, nincs ennyi kenyerünk. És akkor az árpa kenyeret megáldja, és a megáldásnak, az áldásnak köszönhetően mind az összes ember, aki őt hallgatja, jól lakik, és még 12 kosár maradékot összeszednek. Tehát az áldás, a kenyérnek a megáldása egy Jézus korabeli esemény, onnantól eredeztethető, és az utolsó vacsorán ugyanúgy, mielőtt a kenyeret átváltoztatja saját testévé, ugyanúgy megáldja a kenyeret. Tehát a kenyér áldás az egyháznak az ősidőktől fogva, az elejétől fogva benne van az egyháznak a szokásaiban, a kenyérnek a megáldása. Nagyon sok helyen észre lehet venni, hogy ezt az ősi áldást otthon a családok is alkalmazzák, hiszen főleg idősebbeknél, de talán ma már napjainkban fiatalabbak is újra rászoknak, hogy mielőtt megszegik a kenyeret, mielőtt az első szeletet levágják belőle, kis kereszttel megjelölik a kenyérnek a hátulját, hogy hálát adjanak az Úrnak. Tehát az áldás és a hála, ez mindig együtt jár az egyházban. Így ősidőktől fogva lehet mondani, hogy maga az áldás jelen van, a kenyéráldás az egyházban. A kenyéráldás az magyar ünnep, vagy máshol is szokás? Ezt szerintem máshol is tartják, tehát nem lehet kifejezetten magyar ünnepnek tartani, hanem igazából nálunk van az, hogy szorosan kapcsolódik egy személyhez, egy eseményhez, ami úgymond egy picikét magyarabbá teszi, mint a többi keresztény vidéken. Mit szimbolizál a kenyér az egyház életében? A kenyér maga Krisztusnak a teste, az örök életet, az életnek a kenyerét, az örök életnek a kenyerét. Ugye már a zsidó családoknál is megfigyelhető még Jézus Krisztus előtt, hogy két dolog mindig ott van az asztalon, a kenyér és a bor. Hogy a vándor, amikor beérkezik, étellel tudják kínálni. És a kenyér ott van Jézusnak az utolsó vacsorai asztalán is. Azért történik a kenyérnek az átváltoztatása. Ez egy ősi élet szimbólum tulajdonképpen, a kenyér. Ajkán, hogyan készülnek augusztus 20-ára? Magára az ünnepre Ajkán van egy templomunk, egy katolikus templom, ami Szent István királynak a nevét viseli. És minden évben augusztus 20-án hagyomány, hogy ebben a templomban, ami a Torsók-Berendi városrészben található, egy körmenettel egybekötött ünnepi szentmisét mondanak, aminek a végén ugyanúgy megszegik a kenyeret. A templom mellett föl van állítva Szent István királynak a szobra, akkor ilyenkor a hívek együtt szentmise keretében kivonulnak a szoborhoz, megtörténik a szobornak a megkoszorúzása, utána visszatérve a templom melletti térre a pap megáldja az új kenyeret, majd valaki a város erőjárói közül megszegi, és a jelenlévők között szétosztják az új kenyeret. Minden évben ennek az eseménynek van egy ünnepi szónoka, tehát nem a helyi pap végzi ilyenkor a szentmisét. Most az idei évben érsekatyának a titkárát, Medvecki Miklóst hívta meg a helyi plébános, és ő fogja vezetni a szertartást, ő fogja végezni a kenyérszegést és a szentelést. Na, Mária Rádió regionális stúdiójánál dolgozik, készülnek-e valamilyen külön műsorra? Maga a rádió nem készül külön műsorral augusztus 20-ára. Műsorainkban fogunk megemlékezni magáról az ünnepről, illetve hát magát az eseményt, a szentmisét
rádióhallgatók azok hallani fogják ünnepi szentmisét. Köszönjük szépen! Én köszönöm szépen a lehetőséget!